Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a február 20-tól 26-ig terjedő időszakra. A kosoknak a botok apródját hoztam, a botok királyát és az érmék lovagját. Tüzes lesz ez a hét, teljes energiával működsz, mozgalmas, kommunikáció, gyorsaság jellemzi hirtelen dolgok. Az is lehet, hogy segítség jön neked munkaterén vagy anyagiak terén, hiszen az érmék lovagja ezt is mutatja, hogy egy jó lehetőség, anyagi stabilitás. Tele vagy motivációval, biztonságban érzed magad. Az is lehet, hogy a munkahelyi környezet vagy a főnök, akiben megbízol, vagy előrelépsz, szakmai önállóságot látunk, fejlődést a munka és az anyagiak területén. Párkeresésben is sikeres lehetsz, hogyha egyedülálló vagy, hiszen az érmék lovagja azt is jelentheti, hogy valaki belovagol az életedbe, egy stabil földies jegyű, aki megbízható, és szilárd alapokat tudtok együtt teremteni. A munkában biztos munkahely, ott vannak az értékek, a kölcsönös bizalom, a tűz, szinte magától megy a munka. A bikáknak a kardok hármast húztam, az érmék királynőjét, és a kelyhek királyát. Érzelmi területen lehet változás, az is lehet, hogy valaki megbántott, csalódtál valakiben, veszekedések voltak a párkapcsolatban, amennyiben van párkapcsolat, munkahelyen vagy a családban. Látszik, hogy az a hölgy fájdalmában, mintha csalódott volna, de kihozanodott, ez lehet szerelmi bánat, vagy bármilyen megrekedt állapot, az emberi kapcsolatokra vonatkoztatva. Hét közepe felé már olyan, mintha kiózanodnál, hiszen egy földies jegyű, stabil hölgyet látunk a középső tarólapon, aki átgondolta a dolgokat, nyugalomban van, remekül bánik az anyagi javakkal, jó a kézügyessége, megbízható. Az is lehet, hogyha párkapcsolati elengedésben vagy, akkor betoppanhat valaki neked, hiszen a kelyhek király egy olyan érzelmes férfi, aki romantikus, megbízható, egy olyan intuitív, finom érzésű ember, aki tele van fantáziával, akár művészeti tevékenységet is folytathat, ott van az együttérzés, tehát párkapcsolati tekintetben is lehet ismerkedés, kapcsolódás, szívügyek tekintetében lehetnek változások, a hét első felében negatív energiák, megrekedés, aztán pedig az energiák harmonizálódnak. Az ikreknek a kelyhek ászát húztam, a botok hármast és a kelyhek kettes tarólapokat. Érzelmi tekintetben lehet megújulás, hiszen a kelyhek ásza valaminek az elindulását jelenti. Az energiák ki vannak egyenlítődve, nyitott szívcsakrával, mintha valami elindulna. Akár egy kedvező lehetőség párkapcsolati tekintetben, vagy egy beteljesült szerelem megújulása. Harmónia, béke, szeretet van a képen, valamiből kigyógyultál, magad mögé tettél, vagy békekötés, ha voltak konfliktusok. A botok hármas egy tüzes energia, magad mögött hagytad a helyzeteket, és pozitív energiával tudsz tovább haladni. Tele vagy önbizalommal, energiával, optimizmussal, tüzes energiák lesznek ezen a héten. Párkapcsolati tekintetben, hogyha voltak is viták, az energiák kiegyenlítődnek, hiszen látjuk, hogy a harmadik tarólapon összeadódnak az energiák, a kelyhek kettes, az érzelmek kiegyenlítéséről szól, akár egy döntés, változás lehetősége is benne van. A feszültségek megoldódnak, a szerelemben kiegyenlítődnek az energiák. Együttműködést és közös cselekvést látunk a tarólapon. Ha a munkára vonatkoztatjuk, akkor is ott van a csapatmunka, egy szövetség és az egyensúly megtalálása a konfliktusban. A rákoknak a botok lovagját húztam, az érmék négyes és a dédalszekér tarólapokat. Ez a hét tüzesen indul, tele vagy energiával, lendülettel, olyan, mintha minden azonnal beteljesülne. Ott van a szenvedély, az élet minden területén megoldások lesznek. Az érmék négyes tarólapja az anyagiakra hívja fel a figyelmet. Most nem érdemes pazarolni, hiszen váratlan kiadások is jöhetnek, kisebb kiadások, ezért a nadrágszíjat egy kicsit összébb kell húzni. Nem szabad aggodalmaskodni, hiszen most fókuszban van a biztonságra való törekvés. A szerencsekerék lapjával valami elindul, akár anyagiak terén, vagy valamilyen utazás, akár egy új személygépkocsi vásárlása, ezért fontos a takarékoskodás, tervezhetsz
Tehát valami elindul, hiszen látjuk a harmadik tarólapon is, olyan, minthogyha a kezedbe lenne a gyeplő, tudod, hová tartasz, elindulsz az ismeretlenbe, és tudod, hogy biztos a siker. A szerelemben, ha nincs párkapcsolat, akkor biztos a siker, és úton van az új szerelem, akár több választási lehetőség, több hóduló is. Az üzletben is egyensúlyban vannak a dolgok, tehát bele kell vágni. Ott van az erőlehaladás, akár egy új munkával, egy új vállalkozással kapcsolatban, hiszen az érméklapok ezt is előrevetítik. Egészségben a vérnyomásra, a gyökércsakrára kell figyelni. A diadalszekér mindenképpen vállalkozó szellemet mutat, összpontosítani kell a célra, és jó esélyekkel tovább haladhatsz, amit el akarsz érni, nyugodtan kockázatot is vállalhatsz. Az oroszlánoknak a főpapnőt húztam, a remetét és a kardok négyes tarólapokat. Az első két tarólapon is látjuk, hogy teremtés folyik, a főpapnő egy olyan titokzatos hölgy, aki te is lehetsz, aki csendben van, okos, és mindent meg tud magának teremteni. Intuitív felismerések lehetnek ezen a héten, a kártya üzenete, hogy hallgass a megérzéseidre, és ne kapkodj el semmit. Most türelmesnek kell lenni és várni. Hiszen látjuk, hogy az első tarólapon is a hölgy, mintha valamit megteremten a koronacsakrájával, az univerzumhoz kapcsolódik, figyeli a jeleket, az energiát. A medialitás előtérbe kerül, le kell csendesedned, úgy, mint a második tarólapon a remete, aki már mindent tud, tudja, mi folyik körülötte, szinte világít az aurája mások számára, ő még sincs másra utalva, a belső biztonsága megvan. Ezen a héten le kell csendesedned és átgondolnod a dolgokat, mert megértésekre fogsz jutni. A kártya üzenet, hogy húzódj magadba, hiszen látjuk, hogy a harmadik tarólapon is a kardok négyessel a hölgy magába fordul, átgondolja a dolgokat, nyugvó pontra ért, egy kicsit mozdulatlan, próbáld megtalálni az egyensúlyodat, hallgass a belső megérzéseidre és felismerésekre jutsz. A szüzeknek az érmék hármast húztam, a kelyhek apródját és az akasztottat. Anyagi és munka területén látunk stabilitást, csapatmunkát, olyan, mintha magától menne a munka, az is lehet, hogy egy magasabb szintre jutsz, képzéseket jelenthet a kártya, tanfolyamokat, mindenképpen előrehaladást, tovább lépést a szaktudásodnak megfelelően. Akár egy sikeres vizsgát, előreléptetést, bármilyen pozitív dolgot az anyagiak és a munka területén. Érzelmiekben feldobott leszel, kiegyensúlyozott, hiszen látjuk, hogy a középső tarólapon is ott a kis szerencsém haladsz, az a férfi, mintha a fellegekben járna. Az is lehet, hogy munka tekintetében jön hozzád egy jó ajánlat, ha esetleg munkát keresel, hiszen egy fiatal férfi személyében jöhet hozzád jó ajánlat. Akár egy szerelmi vallomásról is lehet szó, hiszen a kelyhek érzelmes lapok, ismerkedést is jelent, kellemes hangulatot, békekötést, vagy akár egy őszinte bókot, üzenetet, aminek nagyon fogsz örülni. Tehát elismerik a munkádat, a párkapcsolatban kiegyenlített energiák vannak. Az akasztott azt üzeni neked, hogyha az életben van olyan terület, amiben irányt szeretnél váltani, munka, párkapcsolat, akkor mindenképpen szükségszerű, de át kell gondolni a dolgokat, nem kell beleugrani semmibe, egy új szemszögből kell megvizsgálni a helyzetet. Meg kell vizsgálni, hogy miben van a fennakadás, mit szeretnél változtatni, mi szükséges a pozitív átalakuláshoz. Akár most üzletről van szó, vállalkozásról, vagy új szerelemről, célszerű megállni és átgondolni a dolgokat. Egészség tekintetében a vérnyomásra kell figyelni. A kártya üzenete: lásd más szemszögből a dolgokat, nem kell elkapkodni, át kell gondolni a dolgokat, hiszen ott van a fejedben a megoldás. A mérlegeknek a kardok 8-ast húztam, a botok 9-est és a világ tarólapját. Hét elején még nehéz energiák lehetnek, mintha valamiben akadályoztatva lennél. Látjuk, hogy az első tarólapon a hölgy meg van kötözve, a szeme be van kötve. A kardok ugye a gondolatok, a kommunikáció lapja, az is lehet, hogy rossz hírt kaptál, vagy magadnak gátakat, tilalmakat állítottál fel. A kártya egyébként lemondást is jelenthet, egy diétát, vagy valamilyen erőfeszítést, amit magadban meghoztál. A második tarólapon ott van a lehetőség, hogy a kerítést átlépd, ott van a fény a kezedbe,
tudod, hogy mit kell tenned, de mégis, mintha olyan tétovánálna a hölgy a kerítés előtt, a botok lapok, tüzes lapok. El kell indulni, az a kártya üzenete, nem szabad bezárkózni, elzárkózni, távolságot tartani, hanem ki kell nyitni az ajtót, átlépni ezt a kerítést, ébernek maradni, hiszen az utolsó taró azt üzeni, hogy bármit elérhetsz, amit csak akarsz, hiszen jár neked. Ez a karmalapja is, az utolsó nagy arkánum, a beteljesedés kártyája. Tehát bármilyen életterületen volt neked negatív hatás, akár párkapcsolat, munka, lesz lehetőség, a kártya üzenete, hogy neked kell beletenned az energiádat, és nagyon hamar a megvalósulás. A kártya mindenképp sikert, boldogságot, gazdagságot és nagyon jó lehetőségeket mutat. Ha esetleg műtét vagy betegség állt fent, akkor gyógyulás, felépülés, mindenre nyitottnak kell lenni. Biztonságban vagy, látjuk, hogy az utolsó tarólapon a hölgy, mintha egy körvédelem lenne rajta, boldog, és minden beteljesült, amit csak szeretne. A skorpióknak a kardok lovagját húztam, a kelyhek 10-est, és a botok 8-as tarólapokat. Hét elején lehet úgy érzed, hogy sok negatív energia van rajtad, vagy valami elől, mintha menekülnöd kellene. Az is lehet, hogy kisebb veszekedési vita volt a családban, munkahelyen, bármilyen területen. Kisebb vitákat, konfliktusokat mutathat a kártya, de az az üzenet, hogy nem szabad vetélkedni, viaskodni, magad mögött kell hagyni az ártó energiákat, hiszen a fagyos időszak nagyon rövid ideig tart. A kelyhek 10-es kártyán már látjuk, hogy egy család van, környezet, amiben az emberek boldogak, jól érzik magukat, szinte a szivárványon ülnek, a 10-es a beteljesedés száma, tehát ott a megoldás az érzelmek kiegyenlítődése. A botok 8-as kártya is csupa pozitív lap, üzeneteket mutat, pozitív bocsánatkérést, bókokat, az is lehet, hogy amit vársz, sokkal hamarabb bekövetkezik, tehát minden gyorsabban történik, mint ahogy számítunk rá. Ez a botok 8-as, ez egy lendületes lap, akár váratlan pozitív eseményeket is jelenthet. A kártya üzenete, hogy közel a cél, akár a szerelemben, ámornyila, vagy a munkában, párkapcsolatban kedvező fejlődési folyamat és pozitív energiák. Annyira soknak az érmék 9-est húztam, a kelyhek 5-öst és a kelyhek 8-as tarólapokat. Anyagi munka tekintetében pozitív dolgok jöhetnek, biztonságban vagy, látjuk, hogy az első tarólapon is a hölgy mosolyog, elérte a célját, valamiért érte nyúl. Az is lehet, hogy érdemes most szerencsejátékokat, kaparós sorsegyet kipróbálni, hiszen egy szerencsés kezet mutat ez a tarólap. Anyagi nyereséget hozhat, egy örömteli fordulatot, de a szerelemben is hozhat változást. A következő két tarólap a kelyhek, látjuk, hogy egy kicsit sötét tónusúak, az is lehet, hogy érzelmileg meg vagy bántva, vagy valamilyen fájdalmas tapasztalatot éltél meg, szakítást, csalódást, akár egy kapcsolat lezárását, vagy valamilyen rossz híreket, a kártya üzenete, hogy indulj el, mint a kelyhek 8-as tarólapon a hölgy, a fény felé, és hagyd magad mögött a negatív energiákat. Az is lehet, hogy egy elengedési folyamatban vagy, akár egy gyász, vagy valamilyen fájdalom, vagy akár egy munka elvesztése, el kell indulni az úton, mert mindenre van megoldás. A bakkoknak a botok 7-est húztam, a kelyhek 6-ost, és a kardok apródja tarólapokat, csodálatos pozitív energiák, csodálatos színek vannak a kártyán, az első tarólapon látjuk, hogy a hölgy biztonságban van, védelemben, egy gömbben, bármilyen negatív kommunikáció nyíl, irányul felé, szépen ki tudja védeni, úgyhogy nem megy bele a vitákba. Lehet, hogy égyek vannak, de megvan az egyensúly, és jó kilátások a győzelemre. Akárki is támad, családban, munkahelyen mindent ki tudsz védeni úgy, hogy megtartod az energiádat, még egy nehéz helyzetből is ki tudsz jönni, hiszen a kelyhek 6-os család, a kapcsolatlapja, látjuk, hogy a középső tarólapon is egy család van, visszaemlékezés a múltba, kiegyenlített örömteli energiák, az is lehet, hogy egy régvárt találkozás, vagy valaki felbukkan a múltból, aki segítőleg hat majd a jövődre. Az utolsó tarólapon látjuk, hogy a hölgy egyensúlyoz, valamit tanul, ott van a könyv a kezébe, az is lehet, hogy valahova beiratkozol, vagy valamilyen tanfolyamot elvégzel, az apród önmagában segítség is lehet valamilyen problémára, emberek formájában.
az energiák ki vannak egyenlítve, külső, belső nyugalom van, és pozitív energiák ezen a héten is. A vízöntőknek a kardok hatost húztam, az erő és a szeretők tarólapokat. Két nagy arkánumot is kaptunk, úgyhogy jelentős, pozitív energiák lesznek ezen a héten. Hét elején még lehetnek megtorpanások, olyan, mintha az a hölgy a csónakba az első tarólapon, viharba kényszerülne és elindulna egy új útra. A kartok a gondolatokat jelentik, a szavakat, az is lehet, hogy valaki megbántott, vagy valahová készülsz ebben a tarólapban, a költözés, az utazás, az új dolgok, akár egy szakmaváltás, vagy valami, amit halogattál, most beindul. A kártya üzenet, hogy el kell indulni, még ha nem tudod a következő lépést, akkor is megvan az erőt hozzá, hiszen a középső tarólapon látjuk, hogy ott van a hölgy, van égi segítség, ott van a fektetett nyolcas a feje fölött, és mindent meg tud valósítani, amit szeretne, új dolgokat. Hogyha szerelmet szeretnél, ott a megoldás, hiszen a harmadik tarólapon látjuk, az energiák összeadódnak, az ellentétek kiegyenlítődnek, ott egy megfelelő pár, egy lelkitárs, szerelemben harmónia, tele vagy szenvedéllyel, életörömmel, vitalitással, külső-belső egyensúllyal, és sikereket ígér. A halaknak a kelyhek lovagját húztam, a szerencsekereket és a kardok királyát. Látjuk, hogy mind a három tarólapon személyjelölő van, mozgalmas hétre számíthatsz érzelmi tekintetben is, pozitivitásra, hiszen az első tarólapon ott van egy szép gesztus, kisebb ajándékok, ott van a kis levél, szívhez szóló üzenetek, kommunikációban nem lesz probléma, kiegyensúlyozottak az energiák, az is lehet, hogy egy romantikus hangulatban leszel, ismerkedsz, de a nagy szerelem lehetősége is jöhet hozzád, hogyha párkapcsolatot keresel. Ha van párkapcsolatod, kiegyenlítettek az energiák, a helyzet magaslatán állsz. Hiszen látjuk, hogy a szerencsekerék, a középső tarólap, egyensúlyoz a hölgy, ott van a dobókocka 2-6-os a nyakába, nyerő helyzetben vagy, olyan, mintha egy életfeladat, egy sorsfeladat már beteljesült volna, ami szükségszerű, az is lehet, hogy szerencsés véletlenek jönnek hozzád. A 10-es szám a teremtés befejezését jelenti, valami beteljesedett, megtaláltad a szerelmedet, a munkádat, vagy az anyagi területek rendeződtek. Mindenképpen karmikus események vannak, ami most új lehetőségeket, fordulatokat hoz az életedbe, ami szerencsés. Ha szerelemre vágysz, jönni fog az a kapcsolat, egy karmikus kapcsolat, döntéshelyzeteket is hozhat a kártya, nem mint pozitív kimenetellel. Az utolsó tarólapon látjuk, hogy a kardok királya higgadtan, bölcsen ül, az is lehet, hogy egy levegősegyű férfi lép az életedbe, aki higgadt, fejben van, aki rugalmas, éles az esze, jó kommunikációs készséggel van megáldva. A kártya üzenete az, hogy te is az érzelmek és az ész területén tartsd meg az egyensúlyt.